Szelendő paptestvérek, tisztelt országgyűlési képviselő úr, polgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! Az evangéliumot hallgatva Schütz Antal egykori híres teológusnak egyik könyv címe jut az eszembe, egy előadás sorozat volt a Pázmány Péter Egyetemen, Isten a történelemben. Mert Lukács evangélista, aki mindennek utána járt, saját leírása szerint, és a legképzettebb evangélista volt, valóságos történelmi összefoglalást tesz a Jézus előtti közvetlen időkről. Elindul a római császártól lefelé, különböző tartományok vezetőit említi, a Szent Föld negyedes fejedelmeit, majd pedig kiköt a Jordán partján lévő keresztelő Szent Jánosnál, aki az Ószövetségnek utolsó és legnagyobb prófétája. Ezt akkor is tudták, mi pedig már kifejezetten valljuk is, hiszen ő volt az, aki nem csak jövendőléseket mondott a Messiásról, hanem rámutatott. És azt mondta, íme az Isten báránya, és magára vonatkoztatottan pedig, hogy neki növekedni kell, nekem pedig kisebbednem. És az ő ige hirdetése, az is egy történelmi ige hirdetés, mert Isten felhasználja a történelmet, amelyet üdvösség történetté alakít. Hiszen Izaiás prófétát idézi, aki jóval előbb élt, mint ő, legalább 600 évvel, akinek könyvéből kiveszi azt a részletet, amely arra az időre vonatkozik, amikor a zsidók a babiloni fogságból Círus rendeletére hazamehetnek. De nem volt könnyű hazamenniük, és akkor mondja a próféta, hogy készítsétek az Úr útját. Menjetek haza, és majd építsétek újra föl a templomot. Ez az egykori esemény, ami egy fizikai készítés volt, egyre inkább lelkivé vált. Fölhasználták annak kifejezésére, hogy az emberi léleknek is van egy útja az Istenhez. És oda kell találnunk, készíteni kell a lelkünket az Úr útjának építésével, hogy rátaláljunk. És ezért már keresztelő Szent János ilyen értelemben mondja, hogy készítsétek az Úr útját, és ennek a készületnek, mint egy elővételezett vallási gyakorlataként és még nem szentségként, de a bűnbánat keresztségét szolgáltatta ki. Ha itt megállt volna a történelem, és Jézus Krisztus nem jön el, akkor lábjegyzet lett volna ez az esemény. De miután Jézus nem csak hogy eljött, hanem valóra váltotta a messiási ígéreteket, föltámadása után, hazatérve az Atyához, megígérte, hogy újra el fog jönni. És ezért a Krisztus utáni időkben élő embereknek is ismét adventje van. De már sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mint az ószövetségi proféták voltak, mert számunkra ismerős az evangélium,
itt van az 2000 éves egyháznak a története, és ebben várakozunk mi Krisztus eljövetelére, hiszen valamennyiünk élete, ha belegondolunk, egy nagy advent, egy nagy várakozás, és a hívő ember tudja, hogy nem a semmire, hanem az Úrral való találkozásra. És ettől az időtől kezdve az Úr útjának a készítése már megkönnyebbült. Mert maga Jézus mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát valójában nekünk az ő útjára kell rálépnünk. A magyar nyelvünk, de talán minden nyelv, különbséget tesz az utca és az út között. Az utca az egy településen belül van. Az út egyik településből átvezet a másikba. És Jézus azért mondja magát útnak, mert ő ebből a létből, a földi életből az atyai házba, a természet fölötti világba, vagy hogy egyszerűen szoktuk mondani, az üdvösségre vezet bennünket. Tehát most az üdvösség útjának ő adja meg a kikövezését. Arra kell rálépnünk. Könnyebb a feladatunk, mint az ószövetségi embereknek. És itt áll előttünk a mai estének és a holnapi napnak a szentje, Mírai Szent Miklós, aki nem egy mesés alak meg legenda, hanem valóság. A IV. Században halt meg. Míra püspöke volt, és ott volt a 325-ös nicceai zsinaton. És aláírta a zsinat határozatait, többek közt azt a Hiszek egyet, amit szoktunk imádkozni a Szent Misében. De mint minden úton élő és úton járó embernek, nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenie. Mert a keresztény lét az nem egy komfortos világ. Ezt már rögtön leszűrték az első időkben az apostolok. Nem telt el 20-30 év, amikor megalakították az első egyházközséget, és azt olvassuk az apostolok cselekedetében, hogy amikor vigasztalták a híveket, akkor ezt mondták, sok viszontagságon át kell bejutnunk Isten országába. Nem könnyen, küzdelmes az út. Szent Miklós küzdelmet vívott. Az akkori időket, ha ismerjük, itt a Nórán épp nem is rég beszéltem a nicceai zsinatról, élet-halál harc volt Krisztus istenségének a megvallása. Szent Atanást elűzték vagy 7-szer a püspöki székéről, mert merte állítani, hogy Krisztus az Isten fia egyenlő az atyával. Nem csak valamiféle szent ember, aki mond valamit, hanem egy az atyával. És ezért a hitvallásért sokan meghaltak. És ő ezt vállalta, Mírai Szent Miklós is. Először is a hitében rátért a Krisztusi útra. Aztán rátért a tetteiben. Mert a hit csak a szeretet által tud kiteljesedni, a szeretet tettei által. Maga Jézus mondta, hogy nem mindaz, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, hanem aki megteszi mennyei atyám akaratát. És hát hányszor előjön a Szentírásban, az Új Szövetségében, hogy a tetteket számon kérik. Sőt, azt mondja a Jelenések könyvének az írója, hogy tetteik elkísérik őket. És ez az elkísérés a tetteknek, ez valamiképpen az odaáti létünknek a döntő pontja. Akik jót cselekedtek, üdvözülnek, mondja, és akik nem, elkárhoznak. Szent Miklós rátért a jótetteknek az útjára.
akkora hatástörténettel, hogy még ebben a nagyon istentelen világban is, ahol magát Szent Miklóst is megbestelenítik, még ott is valamiképpen ajándékoznak az emberek ilyenkor, mert olyan nagy erővel tudta a jó tetteket tenni. És tudjuk azt, hogy úgy is tette, hogy csendben, mert benne van a történetében, hogy három olyan lánynak juttatott valami támogatást a kiházasításhoz, hogy ne térjenek rossz útra, mert félő volt, hogy a szegénység majd ráviszi őket a rossz életre, hogy boldogulni tudjanak. A görög világ tele volt már akkor is hetérákkal, és ez valóság volt. És titkon viszi a jót, és úgy teszi. Ki tud titkon jót cselekedni? Aki hisz Istenben. Aki tudja azt, hogy Isten számon tartja a jótetteit. De Jézus mondja, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Ne tarts számon, mert különben e világ fiai a pillanatnak és a népszerűségnek. Mit kíván a pillanat? Mit az népszerűség? Szent Miklós hosszú távon és értékmegőrző módon gondolkodott. Nem törődött vele, hogy mások nem dicsérik meg őt érte, tette a jót, kitudódott. Hosszú távon és értékmegőrző módon, mert a cselekedetek akkor élnek valamit, ha értékeket őriznek meg. Itt lehet látni, hogy mennyire aktuális tud lenni egy régi szent, akinek az ünneplésére is itt vagyunk, még egy ilyen pálinka szentelés is kapcsolható az ő ünnepléséhez, ez már a vallási folklórnak a következménye, de ő elevenen áll előttünk, Krisztus követőinek a sorában. Készítsétek az Úr útját. Ez a mi feladatunk is. Ebben az adventben is. Rátérni Jézus Krisztus útjára. Hittel, jó cselekedetekkel és a szív nagy lelkűségével. Nagyon nehéz feladat. De valahol itt van a keresztény életnek az etosza, az a eszménye, ami már a földi létet is szebbé teszi, és ugyanakkor hisszük azt, hogy az üdvösséghez is besegít bennünket. Mai estén szívleljük meg először a nagy prófétának a szavát, keresztelő Szent Jánosét, készítsétek az Úr útját, és aztán Szent Miklóstól tanuljunk, hogy Krisztus útjára lépve ebben az adventben is közeledjünk a felénk mindig közeledő Jézus Krisztushoz. Amen.